Korábban az EGRI közgyűlésben alpolgármesterként, valamint mindez ideig a 7. számú választókerület önkormányzati képviselőjeként láthattuk Berecz Mátyást. A továbbiakban azonban nem csak a megyeszékhely, hanem szűkebb hazánk érdekeit is szeretné érvényesíteni, mondta a televíziónknak a politikus. Ennek érdekében indul el a demokratikus koalíció támogatásával az ellenzéki előválasztáson, majd pedig ha a lakosság úgy dönt, akkor a 2022-es országgyűlési választáson is. Mindehhez elsőként 3000 aláírást kell összegyűjtenie júniusig. Berecz Mátyás elmondta, politikai pályán nem tervezett tovább lépni, azonban a DK felkérése elgondolkodtatta azon, hogy nagy stratégiai célok eléréséhez országos változásokra van szükség. Hozzátette, annak ellenére, hogy nem a párt tagja, egyetért azokkal a törekvésekkel, amit megfogalmaztak. Fontosnak tartom a demokratikus normákat, a polgári értékrendet, amit ez a párt képvisel, és én fontosnak tartom azt is az alapelvet is, ami most jelenleg nagyon komolyan sérül, hogy ez az ország nem 10 millió ember országa, hanem néhány tízezer emberé, akik igazán jól járnak ezzel a rendszerrel, ezt összefoglalólag NER-nek hívjuk, a maradék 9,9 millió ember nem igazán érzi jól magát ebben az országban. Én úgy gondolom, hogy ennek az országnak mindenki, vagy legalábbis sokak Magyarországának kell lennie. Berecz Mátyás szerint jó esélyekkel indulnak az ellenzéki összefogás jelöltjei 2022-ben. Véleménye szerint ugyanis egyre többen ébrednek rá arra, hogy szükség van a változásra. Mint mondta, a maga és a helyi összefogás részéről pedig mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy országunk visszatérhessen a polgári demokratikus alapelvekhez.